Október 1-én az időseket ünnepeljük. Tolnán hosszú évek óta hagyomány, hogy ez alkalomból rendezvénnyel köszöntik a szépkorúakat. Ezúttal is szép számmal érkeztek az idősek a helyi kulturális központba, ahol először Apelszoffer Ágnes polgármester mondta el a jeles nappal kapcsolatos gondolatait. Sütő András írja egy helyütt. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. A mi nemzedékünk bizony sokszor nehezen veszi tudomásul, hogy már pedig a világ nem vele kezdődött. Hogy a nemzedék előtt is volt élet. Hogy a mi világunk éppen az önök és az önök elődeinek munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra ezt a várost, ezt a jelent, megteremtették azokat a kiváló feltételeket, melyekre mi alapozva a jövőnket építhettük és építhetjük tovább. És ezt bizony sokan sokszor elfelejtik. Ez a nap, az idősek napja minden évben figyelmeztet minket arra, az előttünk járók megtették már, amit a család, szűkebb hazájuk és az ország várt tőlük. Lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával, rengeteg lemondással, átdolgozott nappalokkal, éjszakákkal. Megtették, s most a pihenés, a gondoskodás évei kell, hogy következzenek. Gyermekeik, rokonaik, a településünk, ahol élünk, sokat tehet azért, hogy önök a lehető legnagyobb kényelemben, szeretetben éljék nyugdíjas éveiket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sokat hallunk az úgynevezett elmaradott társadalmakról, hajlamosak vagyunk jóindulatú, vagy éppen kissé felsőbséges mosollyal szemlélni őket. Pedig bizony a gondoskodás, az idősekkel való bánásmód terén igenis sokat tanulhatunk tőlük. Nekik a munkában megfáradt, betegségbe beletörődött idős családtagjaik, rokonaikról való gondoskodás elemi ösztön. A város első embere úgy folytatta természetes számukra, hogy időseiket a családban maradva gondozzák, hogy a gyerekeket az idősek iránti tiszteletre, szeretetre neveljék. Müller Péter írásában olvastam. Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradtságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, és milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öreg ember óriási élettapasztalatával olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt. Az öreg ember nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték. Nem azt nézték, milyen mulandó a teste, hanem hogy ki lakik benne. Nekünk is ezt kell megtanulnunk, hogy meglássuk mindenkiben a lelket, az értéket, hogy becsülni tudjuk mindazt, amit a másik az élete során tett. Ha megengedik, egy számomra nagyon bájos és tanulságos verssel köszöntöm ma önöket. Aranyos Ervin, sose hagyd el magad. Hely, de sokan sírnak, hogy megöregedtek, hogy nehezen mozgók, fáradtabbak lettek. Pedig ez nagy dolog, hosszú létet élni, sok régi kalandot újakra cserélni. Persze az embernek gyakran fáj a teste, nyűgös, lassan jön el számára az este. Kár, hogy a vágyait hagyja kialudni, pedig jó lett volna ennyi mindent tudni. Csak hogy a figyelem iránya változott, s amit egykor talán álmokra áldozott, az most fájdalmakra, testi betegségre, s hogy az pont attól van, nem is veszi észre. Hiszen ha figyelme a rosszra irányul, még több rosszat vonzhat, s az élet silányul. A panaszkodással és a kesergéssel fájdalmat, korságot a szívedbe vésel. Pedig van már időd magadra figyelni, bölcsen gondolkodni, új utakra lelni, csak az öregségért hálásnak kell lenned, és a régi szikra újra gyúlhat benned. Nyisd hát ki az ajtót, mi rabbá tett téged. Engedd ki rab lelket, vár reád az élet. Okkal éltél eddig, s nem hogy beteg legyél, hanem örülj, szeress, alkoss, csodát tegyél. Valósítsd meg álmod, hogy segíts másoknak, kik negatív hittől folyton nyomorognak. Mutasd meg, hogy lehet örülni, nevetni, panaszkodó létet magadról levetni. Sose hagyd el magad, járd az utad végig, ne félj, hogy a lábad lekopik majd térdig. Élvezd az életet, és ne károgj, mint varjak,
Szélként jöttem ide, hogy nagy port kavarjak. Hogy ami nem tetszik, azon én javítsak, jövő nemzedéket új hitek, új hitre tanítsak. Az okszót, a panaszt a földbe tapossam, hogy a lelkem vásznát szép tisztára mossam. Ami berágódott, meg kell olajozni, lelked a pokolból vissza kéne hozni. Rájönni, hogy sírod, eddig magad ástad, esélyt kéne adnod a feltámadásnak. Hát ne hagyd el magad, mutasd másnak példát, s mire régen vágytál, azt a mában éld át. Meglátod, ha végre szeretet vezérel, Isten is simogat mind a két kezével. Hiszen mit veszthetnél, ha tennél a dolgot? Mi szeretnél lenni, szomorú vagy boldog? Nyisd ki azt az ajtót, mit magadra csuktál, s engedd létrehozni, amit szíved diktál. Éljön haldokolni, többé sohasem kell, szép földi létbe élni jön az ember. Teremts szeretettel, holnap váró vágyjal, gazdagodj az élő, csodaszép világgal. Kedves szépkorúak! Kívánom önöknek, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és épp oly nagy kincs az, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését, érezzék, hogy szükség van önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak önök tudnak. A rendezvény folytatásaként egy-egy virágcsokorral köszöntötték az eseményen jelenlévő legidősebb hölgyet, Baka Józsefnét, és a legidősebb urat, Angyal Sándort. Majd kezdetét vette az ünnepi műsor, ezúttal az Operett Musical Voices társulat szórakoztatta egy órán át a közönséget.